Komjáti Imre napirend előtti parlamenti felszólalásában az 1600 elbocsátott tungsram dolgozó ügyéről beszélt. Véleménye szerint hiányzik a magyar munkavállalók védelme. A szocialista politikus felvetésére a foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár jelezte, a kormány segít a tungsram elbocsátott dolgozóinak. A telefonnál Komjáti Imre, az MSZP országgyűlési képviselője. Igen, igen, és üdvözlöm a vonalban Komjáti Imrét. Kívánok, és már fel is vettük a kontaktot. Jó reggelt kívánok! Hát igen, az országgyűlésben ez volt az első téma, amivel exponálta magát, ugye? Igen, igen. Már így szóban, mert írásban az eskütétel napján már este 5 írásbeli kérdést tettem fel illetékes miniszternek, mind a munkavilágát érintő kérdésben. Egy írásban már egy kicsit hamarabb aktivizáltam magam. Értem. Kaphat egyébként bizottsági tisztséget? Igen, a Törvényalkotási Bizottság alelnöki tisztségét kaptam. Ezek szerint nem kritizálta elég intenzíven az alaptörvényt? Nagy valószínűséggel az alaptörvénnyel nem igazán foglalkoztam. Az alaptörvénnyel sajnos nem lehet jól lakni, és engem általában az érdekel, hogy az emberek és a dolgozó magyar emberek azok hogyan élnek, milyen munkabiztonságban, milyen munkajogi, munkavédelmi biztonságban is, és hogy miből tudnak megélni. Viszont a munkatörvénykönyvét ilyen alapon elég sokszor kritizálta, sőt, hát mintha dulakodásba is keveredett volna ennek kapcsán. Igen, 2018. december 8-án volt az a nagy szakszervezeti tüntetés, amikor a munkatörvénykönyve megváltoztatása mellett, illetve a rabszolgatörvény eltörlése mellett tüntettek a szakszervezetek, és akkor én úgy gondoltam, hogy nem elég ott kemény beszédeket mondani, szerintem be kellett volna mennünk a Kossuth térre, és ott is maradni egészen addig, amíg nem tudunk eredményt elérni. Ott egy kis dulakodásba keveredtem a rendőrséggel, de aztán ennek talán folyamodványán, vagy ennek következtében folytatottak több napon keresztül a tüntetések. Nyeltünk egy kis rendőrgázt is mindeközben, és a parlamentben is látványos akciókat hajtottak végre akkor a parlamenti képviselők az ellenzéki oldalon. Képviselő úr, miért nem érti, vagy miért nem érzi, amit Bodó Sándor mond az ITM-nek a foglalkoztatás politikai államtitkára, hogy mennyit segít a kormány a jelenlegi helyzetben a tungsram dolgozóin? Mert nem segítenek. De hát, és egyébként hozzáteszem, nem is az ITM-nek kellene ez ügyben segíteni, hanem a külgazdasági minisztériumnak, ugyanis van egy 2019-ben aláírt együttműködési megállapodás, úgynevezett stratégiai megállapodás, a tungsram és Szijjártó Péter között, amiben lefektették az együttműködés módját, feltételeit és a többi. És ebben van egy olyan pont, hogy az együttműködés érdekében egy közös munkacsoport alakul, amely rendszeresen ülésezik, és az ülés időpontját és helyszínét a megválasztott vezetők határozzák meg. Hát kérdem én, hogy akkor milyen sűrűn ülésezhet ez a munkacsoport, hogyha nem tudták, hogy ilyen komoly problémával küzd a tungsram, és nem tudtak azonnal lépni. Tehát ezt már februárban lehetett tudni, hogy a tungsramnál elbocsátások lesznek, és még most sem léptek. Én ebben az időszakban, amikor a stratégiai partnerségi megállapodások kötettek, számos ilyen tájékoztatón volt, amikor az adott cég és a kormány képviselője leült egymással. Őszintén szólva, akkor se derült ki, de azóta sem, hogy a stratégiai partnerség azon túlmenően, hogy az adóforintokból jelentős pénzt fizet a kormány a nagy cégeknek, hogy azon túl mire jó. Mert hogy én úgy érzékeltem, hogy ezek a cégek a piac törvényszerűségei szerint működnek, ami tök rendben van, lehet, hogy ebben nem értünk önnel egyet, de hogy amúgy a stratégiai partnerség értelmezhetetlen, ha nem adunk neki keretet. Így van. Én többek között a felszólalásomban ezt is számon kértem, hogy ha már egyszer több milliárd forinttal támogatjuk ezeket a cégeket és stratégiai megállapodási szerződést kötünk, akkor abban legyenek garanciák, amelyeket a kormány kér ezektől a cégektől, és legyenek benne garanciák, amit ezek a cégek vállalnak, konkrétan a munkavállalók védelmében. Hogy jó, milyen hát itt 1600 embert épít le ez a cég, ugye? Igen. És például ön a keleti végeken tapasztalható leépítés ellen szólt, ugye?
Elsősorban azért a keleti végeken, illetve hát a nyugati végeken is, mert ugye Nagykanizsa, Zalaegerszeg is érintett, azért, mert ott a legnagyobb probléma. Hajdúböszörményben is nagyon nagy problémát fog jelenteni, mert nehezebben tudnak elhelyezkedni az emberek. Szerencsére Újpesten azért annyiban egyszerűbb a helyzet, hogy ahogyan az Kis Ambrus főpolgármester helyettes sajtótájékoztatájában elmondta, körülbelül 1000 embernek tudnának azonnal munkát adni a fővárosban, de hát sajnos Nagykanizsán 700 embert fognak elbocsájtani, akiknek az átlag életkora 50 év fölött van, és nagyon sok a hölgy munkaerő. És Hajdúböszörményben is 170-et, tehát, és ott is az van, hogy a hölgyeknek nincsen szakképesítése, hanem ők egy meghatározott feladatra szerződtek, ami végül is indokolhatja, hogy őket nagyobb számban érinti ez az intézkedés. Így van, ezért is érthetetlen számomra, hogy Bodó államtitkár úr most is ködösít, illetve hát nem, gyakorlatilag nem mondott igazat, hát a szakszervezeti vezető Salai Gábor cáfolta, hogy lennének egyeztetések, tárgyalások a kormány és a Tungszam között. Sajnos ennek a ködösítésnek, ennek a nevezük nevén hazudozásnak a munkavállalók fogják meginni a levét, pedig lenne azonnali segítség az Európai Unió részéről, ugyanis létezik egy európai globalizációs alkalmazkodási alap, amiből pénzt tudna a kormány igényelni, és pontosan erre találták ki, általános szabályként elmondható, hogy ezt az alapot akkor lehet aktiválni, ha legalább 200 munkavállalót bocsájtanak el egy adott vállalkozáson belül. Ennek az éves költségvetés, ennek az alapnak 210 millió euró. És konkrétan arra találták ki, hogy ha elbocsájtások vannak, akkor a kormány ebből lehívhat bizonyos összeget olyan projektek segítésére, ami új munkahelyeket segít találni a dolgozóknak, sőt, tovább megyek, saját vállalkozás indításában is segítséget tud nyújtani. Eddig magyar kormány még ebből az államból nem hívott le pénzt a magyar munkavállalók érdekében. Tökéletesen tudtam követni a gondolatmenetét. Köszönöm szépen, hogy itt volt Komjáti Imrének. Én is köszönöm a lehetőséget.